Üdvözöljük újra nézőinket, mint a múlt heti tüntetésen, most is az a helyzet, hogy annyian vannak, hogy gyakorlatilag a sok mobiltelefon miatt nem működik a közvetítésünk. Kicsit itt hátrébb jöttünk, közben oldalt itt egy a Demokratikus Koalíció egy csapat tagja érkezett meg. A Kossuth tér nagyjából megtelt, bár nem teljesen feszesen a tömeggel. Oldalt megpróbálunk bemenni a tömegbe, és majd onnan adni képet. Lehet, hogy most megint egy pár percig el fog menni a közvetítés, de...
Tehát, hogy az élőképen is látszik. Most az Alkotmány utcában elejében jött be a tömeg egy része. Szépen lassan töltik föl az Alkotmány utcát a Kossuth téren. Nagyon nagy tömeg el jelenleg, és majdnem az egész teret beterítik. Ha pedig akadozna a stream, amire elég nagy esély van, hiszen a sok mobiltelefon miatt kisebb a igénybe vehető sávszélesség, akkor a mérce.hu-n a szöveges közvetítésünket tudjátok olvasni. Azoknak a nézőinknek, akik most kapcsolódnának be. Itt vagyunk az Alkotmány utcáson, mellék utcájában. Szép lassan a kocsit követve töltik fel az Alkotmány utcát a tüntető tömeggel, ami szinte az egész Kossuth teret megtölti, mert előre nem tudjuk megígérni, hogy működni fog ez a stream végig a tüntetés folyamán, mi mindent megteszünk érte, de ha nem működne, akkor a mérce.hu-n szöveges közvetítésben tudjátok majd követni az eseményeket. Türelmet szeretnék kérni tőletek, mielőtt elindulna a vonulás, hogy mindenki megérkezzen, mert még mindig tömött sorokba érkeznek a tér különböző részein a résztvevők. Nagy tapsot mindenkinek, hogy ennyien vagyunk! Tehát üdvözöljük kedves nézőinket innen az Alkotmány utcából, ahol a tömeg eleje egyelőre az indulásával szép lassan. Előbb a tüntetés szervezői azt mondták, hogy több tízezren vannak itt, ami biztos, a Kossuth tér majdnem megtelt.
és itt az Alkotmány utcában is nagyon sokan várnak arra, hogy elinduljon a menet. Nem tudunk garanciát vállalni a nagy tömeg miatt arra, hogy végig működni fog ez az élő közvetítés, de szövegesen a merce.hu-n tudjátok olvasni a merce.hu-n percről percre közvetítésben, hogy mi történik. A nézőinek itt van velünk Kunyatiszki György, a Magyar Nemzet, most már mondhatom, hogy volt újságírója? Még azok vagyunk. Még azok voltak. És meddig vagyunk még azok? Május 10-ig mindenféleképpen. Május 10-e után jön a hivatalos felmondás, hogyha nem történik változás, és akkor még van egy hónapunk a felmondási idő. És a
ma te is beszélni fogsz itt a tüntetésen, gondolom, ha akarod, lelőheted a poént, hogy mit fogsz elmondani, de hogyha nem akarod, akkor... Csak nagy általánosságokban, mert nem, igazából nem lesz mindenre lehetőség, hogy kifejtse az ember ennyi ember előtt, pörgetni kell a beszédeket. Sajtószabadság egyértelmű, tehát egy nagyon fontos adat, 16 ezer forintja megy átlagosan egy adófizetőnek propagandára egy évben. El kell gondolkodni igazából a választóknak azon, hogy ez a 16 ezer forint, ez hogy akkor, hogyha ez elmegy propagandára, akkor mennyit áldoznának a tisztességes sajtóra? Mert nagyon fontos, hogy működőképes lapok legyenek, és eljusson mindenki ez az információ. Ehhez kell egy aktivitás. És te mit vársz szerintként így a magyar sajtó helyzetét tekintve a következő években? Ez javulni fog, vagy rosszabb lesz a helyzet? Meg az biztos, hogy megpróbálják még szűkösebbé tenni a terepet, vagy még inkább szűkíteni a teret. Minél még kevesebb kérdés, még kevesebb találkozási pont. Most a kérdés az, hogy egyáltalán kormányinfó lesz-e, hogy Lázár János nem lesz miniszter. Tehát ez a heti rendszerességű találkozók is megszűnhetnek. Én arra számítok, és bízom benne, hogy ez most egy átalakulást is jelent, hogy ez a választás utáni ilyen rádöbbenés a valóságra, ez elmozdíthatja a sajtó helyzetét is, illetve az olvasókat rádöbbentheti arra, hogy nekik is valami más kell csinálni, a sajtónak is valami más kell csinálni, másképp kell eljutni, másképp kell meggyőzni az olvasókat arról, hogy miért fontos ez, miért fontos az információ eljutatása, az emberek tájékoztatása, és kell egy értelmes vita. És mint az egyik felszólal, mit vesz most ettől a tüntetéstől szerinted? Mi ennek a célja egyáltalán most? A célját azt nem szeretném én előni, mert nézd, én itt nagyon sokan vannak, akik valamilyen párthoz húznak, én egy független újságíróként vagyok jelen, aki egy olyan szerkesztőséget képvisel, akiknek most megszűnt a lehetőségük, hogy információkat, tényeket közöljünk. Az üzenet, amit tudok a többiek beszédéről, az nagyjából annyi, hogy egy hihetetlen türelemjáték és építkezés kell majd a jövőben. Senki ne lepődjön meg szerintem azon, hogyha minden kérdésére nem kap most választ. De az egyértelműnek tűnik számomra, hogy milyen irányba szeretnék elvinni az embereket, majd ezt a beszédekből kiderül, tehát ezt majd látni fogják. Köszönöm szépen az interjút! Hát Unyadinszky Györgyöt, a Magyar Nemzet jelenleg még újságíróját, de nem sokára a lap megszüntetése miatt volt újságíróját hallottak, aki nem sokára majd itt a, vagyis nem itt, hanem a Szabad Sajtó útján majd beszédet fog mondani. Itt közben a Alkotmány utcában és a Kossuth téren is, és még azért gyűlik a tömeg. Itt oldalt is, és egyre többen vannak, és bent a tömegben is. Itt van például Karácsony Gergely. Megkérdezzük majd mindjárt. Kedves résztvevők, köszöntünk mindenkit itt a Kossuth tér Alkotmány utca találkozásánál. Sok tízezren vannak itt, sok tízezren állnak mi együtt a békés és demokratikus Magyarországért. Még mindig sokan érkeznek, de akkor a tumultus, hogy muszáj elindulnunk. Úgyhogy elindul a vonulás a Szabad Sajtó útja felé. Elindul a vonulás, és közösen megmutatjuk az egész városnak, hogy milyen sokan vagyunk. Thank you.
Látszik, hogy oldalt és az Alkotmány utcában végigállnak az emberek. Meg hát haladnak is a tömeggel. Miközben egyébként még mindig jönnek szembe, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy most is ilyen sokan megmutatták az emberek, hogy elégedetlenek a mostani rendszerrel, úgyhogy ezért nagyon örülök, hogy nem csak itt vagyunk sokan, hanem a Mérce, a HVG és másoknak a közvetítésében is, úgyhogy reméljük, hogy... Valami különbség a múlt heti tüntetés meg a mai között? Hát olyan értelemben van különbség, hogy ugye egy olyan konkrét... Igen, tehát ugye...
másik, hogy